Vörösiszap katasztrófa minden idők legnagyobb magyar ipari katasztrófája. október 10-én 12 óra 25 perckor átszakadt az Ajkai Tímföldjár 10-es számú vörösiszap tározójának északnyugati fala. Az erősen lúgos, magas pH-jú maró anyag percek alatt elöntötte Kolontárt és Devecsert. Befolyt a házakba, magával sodorta az embereket, autókat és minden mozdítható tárgyat. A nehéz fémekkel teli sárfolyam tovább hömpölygött Somlóvásárhely, Somlójenő, Tüskevár, Apáca-torna és Kisberzseny felé. 10 ember meghalt, 120 súlyosan megsérült. Órákon belül több száz embernek kellett elhagynia az otthonát, sokaknak végleg. Kipusztult a Tornapatak teljes élővilága, elszennyeződött a Marcal folyó, nem sokkal később pedig a szennyeződés a Dunába is bekerült. Lássuk, mi történt az iszap katasztrófa napján. 2010. október 4-én hétfőn esős időre ébredtek a kolontáriak. A 800 fős település lakói megszokott mindennapi életüket élték. Elvittem a gyerkőcöt Oviba, elmentem, bevásároltam. Végülis a 3-4-8-as busszal hazaértem, megfőztem, mert párom ugye délutánra ment dolgozni. Aztán hát végülis úgy volt, hogy befűttünk, mert elég hűvös, szeles idő volt. Csináltuk a dolgunkat, dolgoztam ugyanúgy, mint ahogy szoktunk minden nap. Takarítottunk, mivel hogy hétvégén bucsúra készülöttünk. Elvittük a Hérát az óvodába. Ő előtte töltötte a harmadik életévét, tehát akkor kezdte az óvodát, és készültem arra, hogy megyek Veszprémbe és intézem, hogy új állást kaptam. Készítettük össze a papírokat és egyebek, tehát így siettünk a délelőtt folyamán, kicsit meg voltunk így időben is csúszva. 12 óra 15 perckor áramszünetre lettek figyelmesek az otthon lévők. Az óriási gát ekkor már leomlott. Az volt, úgymond elsőre furcsa, hogy elment a villany. A következő, amire így emlékszem, hogy elment az áram. Akkor már elment az áram. És a másik furcsa, amiből valamit észrevettünk, hogy itt ez egy mellékutca, ugye? És ha nagyon nagy ritkán elmegy egy rendőrautó, az inkább lépésbe is ugye néznek körbe. Itt meg ami volt, hogy a rendőrautó olyan 90-es tempóval lefele. A gátszakadást követő 5. percben a lúgos marósárfolyam elérte a falut. Hát ugye a faluhelyen, hogy azért kezdett az ember kiszivárogni az utcára, és kérdeztük, hogy mi van. Mikor valaki mondta, hogy átszakadt a gát. Akkor már jött az iszap. És akkor ment a lányom, azt mondta, hogy elmegy haza, és beért az utcánkba, és látja, hogy az iszap jön. Egy méteres iszap jön előtte. Kocsival megfordult, amilyen gyorsan csak tudott, bejött ide, és mondta, kiabált, ordított, hogy kiszakadt a gát, jön az iszap. Kimentünk a teraszra, a párom hallott egy nagy durranást, nem tudtuk elképzelni, hogy mi ez, és már csak azt mondta, hogy Úristen, jön az iszap. Tili Károlyt, Kolontár első emberét 2010. október 3-án a katasztrófa előtt egy nappal választották meg újra a település polgármesterének. 00:50 kaptam egy telefont, hogy átszakadt a gát, lehet, hogy eléri a települést. Egyből felhívtam a katasztrófa védelmet, ahol azt a tájékoztatást kaptam, hogy ne vicceljek ilyennel, hiszen akkor ők már tudnának róla. Megkértem őt, hogy azért nézzenek utána. Ahogy letettem a telefont, már hívott a hölgy, aki előzőleg telefonált, hogy jöjjek, mert itt van már a településen. A két telefon között kb. 3 perc telt el. Tehát körülbelül 5 percen belül elérte a települést. A betonbiztosnak hitt gát tehát összeomlott. De miként szakadhatott át? Generációk nőttek fel a 10 emeletes háznagyságú iszaptározó közelében. Hogyan történhetett meg, hogy senki sem vette észre, mi készülődik?
mi lehetett az ok? A gát anyaga nem volt megfelelő, rosszul építették meg, nem tartották megfelelően karban, vagy az időjárási események tragikus összjátéka, esetleg egy alig észrevehető mikroföldrengés indította be a katasztrófához vezető folyamatot. Mindjárt kiderül, de előtte lássuk, miből is készült a 10 emelet magas gát. A 10-es tározó 1988-ban épült a helyi hőerőmű salakjából. Rá 10 évre 1998-ban a hatóságok kötelezték a céget, hogy építesse körbe a gátat egy vasalás nélküli betonfallal. Azaz körülbelül 12 méter mélyen 40 centi széles betonfallal vegye körül, ami lenyúlik a vízzáró agyagrétegig. Régóta vannak ilyen nagy vörösiszap tározók Magyarországon, elég félelmetes méretűek, itt Moson-Magyaróvártól kezdve Almásfüzetőig, nem csak Ajkán. És ezeknek a gátjai többnyire ugye nem valamilyen nagyon szilárd anyagból, mondjuk nem betonból vannak, hanem általában helyi olyan termékekből, például az erőműveknek vagy kohóknak a melléktermékeiből, például pernyéből, amik tulajdonképpen egy agyagféleség. Bár nem vagyok fiatal, de életemben először szereztem közvetlen tapasztalatot egy katasztrófáról. Hála Istennek Magyarországon nem gyakran fordulnak elő ilyen kaliberű és méretű ipari katasztrófák, de rendkívül megrendítő volt az a kép, főleg ami a emberi nyomorúságot és tragédiákat illeti, ami ott fogadott minket. Szakmailag azt kell, hogy mondjam, hogy ugyanakkor kicsit sötétebb volt az a kép, amit az ember első benyomásai alapján szerzett, mint amit a későbbi vizsgálatok a térség és az ország nagy szerencséjére bizonyítottak. Sokkal rosszabbul is járhatott volna az elöntött térség, most ugye kifejezetten mezőgazdasági talajtani értelemben beszélek. Amennyiben bizonyos háttér, illetve peremfeltételek nem alakulnak ilyen szerencsésen. Oda is szóljátok, mert ott vannak a házban. A 10 halálos áldozatra és a rengeteg sérültre nincs mentség. Ennek ellenére képzeljék el, mi történt volna, ha éjjel omlik össze a gát, és a Maru Lug folyam álmában ömlik rá több ezer emberre. Vagy mi történt volna, ha azon az októberi napon nem késik 10 percet a Budapest-Szombathely vonalon közlekedő személyvonat, és a teljes szerelvényt magával sodorja a vörös áradat. A mellettünk lévő vasutat másfél kilométer hosszan alámosta. Szerencsétlenségben szerencse, hogy késett 10 percet a Budapest délitől Szombathelyi közlekedő gyorsvonat, hiszen hogyha időbe érkezik, akkor beláthatatlan következménye lett volna, mert beledöntötte volna a tornapatakba, illetve hogyha ez éjszaka történik, akkor több száz halott lett volna a településen, nem 9. Az is nagy kérdés, mi történt volna, ha a föld a nagy esőzések miatt nem telítődik vízzel. Sokkal mélyebbre juthatott volna az iszap, vagy ha a szakemberek nem egyből reagálnak. Ha a katasztrófavédelem, a rendőrség, a tűzoltóság lassabb. És még rengeteg ha kezdetű mondat születhetne. Hogy mi történhetett volna, ha, azonban most már mindenki megpróbál előre nézni. Az élet az elmúlt 2 évben megváltozott Kolontár és Devecser környékén. A Bálint Analitika segítségével az Ozon Network forgatócsoportja méréseket végzett. Mintát vettünk a földből, vizekből, levegőből. Nem sokára önök is láthatják vizsgálatunk eredményét. 2 évvel ezelőtt a szakemberek semmi jóval nem kecsegtettek. Ahova a vörös iszap kiömlött, ugye elsősorban ezt a völgyet bélelő mezőkre, részben szántóföldek, legelők, veteményes kertek vannak alafele, ott ez tartósan rátelepedett, helyenként több deciméter vastagságban is a talajra, és itt ugye a lúg az minden mikroorganizmust kiöl. Tehát tulajdonképpen ez a talaj nagyon hosszú időre terméketlenné válik,
önmagában persze a vasoxid sem ideális termőtalaj, tehát azon se nő se fű, se fa. 5 kilométerre fekszik Kolontártól Ajka. A csaknem 30 ezer lakosú város szocialista iparvárosként indult növekedésnek. A II. Világháború idején 1942-ben a fegyvergyártás kiapadhatatlan alumínium igénye miatt megnyitották az ajkai tinföldgyárat. Majd a 40-es, 50-es években óriási léptékben folytatódott a környék iparosítása. A bakonyból kitermelt bauxitból Ajkán tinföldet és alumíniumot állítottak elő. Évtizedekig üzemelt a kohó és a fűtéséhez szükséges energiát biztosító hőerőmű. A rendszerváltás után 1991-ben leállt a gyár. 1995-ben privatizálta a MAL ZRT. A 2010-es vörösiszap katasztrófa óta pedig állami felügyelettel működik. Hogy mennyire fontos a gyár és miért tartják világviszonylatban is értékesnek, mi sem mutatja jobban, mint hogy a MAL ZRT piaci részesedése a világ speciális célú tinföldgyártásából több mint 6%. Azonnal megmutatjuk, mi okozhatta Magyarország talán legnagyobb ipari katasztrófáját, de előbb fontos megérteni, mi is az a vörös iszap és miért keletkezik. A tinföldgyártás első lépése a bauxitnak az előkészítése, az őrlést, aprítást jelent, megfelelő szemcseméretre hozást. Utána a következő lépés az, hogy ezt viszonylag magas hőmérsékleten 130-150 fokon, illetve a bauxit minőségétől függően 200-250 fokon nátriumhidroxid lugoldattal kezelik. A kezelés célja az, hogy az alumínium tartalmat kioldjuk ebből a bauxitból, és a bauxit nem oldható komponensei, azok pedig visszamaradnak, és ez a visszamaradó anyag a vörösiszap. Ez a vörös anyag sokkal maróbb, mint a háztartási zsíroldók többsége. Ráadásul egészségre káros nehéz fémeket is tartalmaz. A vörösiszap alapvetően eddig hulladékként kezelt anyag volt, azonban ez egy nagyon értékes másodlagos nyersanyag. A magas a vastartalma, bauxittól meg a technológiától függően ez elérhet 40%-ot is vasoxidba számítva. Az amioxid tartalomnak egy 15-20%-a szintén visszamarad, és visszamaradnak azok a ritka fémek, ritka földfémek, titán, vanádium, amelyek igen értékes alapanyagok lehetnek. Nagyon jó lenne, hogyha minél hamarabb olyan hatékony technológiák lennének, amiből ki lehetne nyerni a vörösiszabból hasznosítható fémeket, értékes anyagokat. Amíg ez nem valósul meg, addig viszont mindenképpen biztonságosan megfelelően kell találni a vörösiszapokat, figyelve oda, hogy ne szennyezze a talajvizet, talajt, illetve ne porozzon ki. A vörösiszap egy része tehát hasznosítható lenne, azonban feldolgozása nagyon költséges. A világ legtöbb részén ezért inkább óriási tározókba zárják. Ajkánál az elmúlt évtizedekben 50 millió köbméter szürke és 30 millió köbméter vörös iszapot töltöttek a 10 darab óriási tározóba. Csak hogy el tudják képzelni az arányokat, az átszakadt 10-es tározó fala egy 10 emeletes ház 10. emeletéig érne. A felszínének területén körülbelül 28 darab focipálya is elférne. A tározóban lévő 4,2 millió köbméter iszappal pedig 1680 darab olimpiai úszómedencét lehetne megtölteni. De senki sem úszna benne szívesen. Ezek a képek a sárfolyást megörökítő egyik videós lábáról készültek. Látszik, hogy a lúg még cipőn keresztül is milyen súlyos sérüléseket okozott. A lúgos felmaródás sokkal lassabban, de nagyon mélyre penetrálóan tudhatni, úgyhogy lehet, hogy első ránézésre még olyan nagyon-nagyon durva elváltozások nem jelentkeznek, de mondjuk 2-3 nap alatt ezek az elváltozások jelentősen mélyülhetnek. Ennek a vörösiszapos folyadéknak nagyon magas volt a lúgtartalma. Az én véleményem szerint ahhoz képest, hogy milyen sok vízzel lett fölhigulva a heves esőzések miatt, ennek ellenére is nagyon kiemelkedően lúgos maró volt. 13 macs fölötti pH-t mértek, ami ugye gyakorlatilag a embernek leégeti a bőrfelszínét, leoldja a felső zsírrétegeket, és ezért gyakorlatilag áthatol a bőrön, és pont emiatt a vörösiszapos lében lévő egyéb veszélyes anyagok, például arzén is sokkal könnyebben bejutnak az ember szervezetébe. Megdöbbentő, de ezt az ártalmas anyagot nem veszélyes anyagként kezelték.
kényes kérdés, hogy veszélyes anyag-e a vörösiszap vagy nem. A korábbi hazai szabályozás szerint a vörösiszap az veszélyes anyagnak minősült. Aztán bevezették az Európai Unióba a veszélyes anyagoknak egyfajta osztályozását, amely szerint a vörösiszap önmagában nem veszélyes anyag. A tározók környékén élők életét már a katasztrófa előtt is megkeserítette az ipari szenny. Szeles időjárás esetén mindent beborított a vörös por. Ezt már nagyon régen, mikor itt ezt a vörös mindent idehordtak, ezt már rég be kellett volna füvesíteni. Ma pár évvel ezelőtt. Akkor 1998-ban így reagált a lakossági panaszokra a MAL RT egyik vezetője. Nem műszaki mulasztás okozta múlt heti eseményeket. Ugyanez az úr szintén a MAL ZRT képviseletében, 12 évvel később, 2010-ben az iszap katasztrófa másnapján egy rendőrautóból ezt mondta az akkor már halálos áldozatokat követelő tragédiáról. A gát állapot a szemrevételezéssel is jó. Itt dózerolni kell, ide nem lehet bemenni, értse meg mindenkinek. Ahogy elmondtam a sajtótájékoztatón a kérdés, folyamatban van a vizsgálat. Igen. És mit gondolja, mikor lesz meg a felelet? Ezt még nem tudom, tehát nem tudjuk. Egy nap alatt a település több mint 1%-át elveszítettük. Az jutott mindjárt eszembe, hogy ott most mi meghalunk. Itt az autósbolt, mögötte van egy szürke palatetős ház, ott laktunk. Bár nem vagyok fiatal, de életemben először szereztem közvetlen tapasztalatot egy katasztrófáról. Visszagondolva, ez egy nagyon rossz álom volt. Sajnos nem álom volt, hanem a szomorú valóság. Kolontár és környékének drámai története 2010. október 4-én vette kezdetét. 2010. október 4-én a Devecseri híd még így nézett ki, 2012-ben pedig így. A kolontári utcák akkor ilyenek voltak. Két évvel később pedig ez a kép fogadja az arra járókat. A kolontári templom a vasúti töltéssel így nézett ki. Ma pedig ezt láthatjuk ugyanonnan. Hogy mi történt az elmúlt két évben a túlélőkkel, hogyan dolgozták fel az eseményeket, nem sokára láthatják. Számítógépes grafikával pedig megmutatjuk, hogy az eddigi vizsgálatok szerint hogyan és miért omolhatott össze a 10 emelet magas gát. Láthatják a katasztrófához vezető folyamatot. Maradjanak velünk! Vörösiszap katasztrófa minden idők legnagyobb magyar ipari katasztrófája. 2010. október 4-én 12 óra 25 perckor átszakadt az Ajkai Ténföldgyár 10-es számú vörösiszap tározójának északnyugati fala. Az erősen lúgos, magas pH-jú maró anyag percek alatt elöntötte Kolontárt és Devecsert. Befolyt a házakba, magával sodorta az embereket, autókat és minden mozdítható tárgyat. A mérgező nehéz fémekkel teli sárfolyam miatt 10 ember meghalt, több százan megsérültek. Kipusztult a Tornapatak teljes élővilága, elszennyeződött a Marcal folyó, a szennyeződés egy része a Dunába is bekerült. Az iszap minden életet kipusztított az élővizekben, a szántókon és a kertekben, amivel csak érintkezett, vagy elpusztította, vagy maradandóan károsította. A tragédia a 10 emelet magas gát átszakadásával kezdődött. A első halálos áldozatunk, ugye Pados Zsolt, egy 37 éves fiatalember, aki menteni indult a folyón túl lévő területre, mert egy barátja telefonált kétségbees, hogy derékig áll az iszapban, kezébe fogja a 3 éves gyerekét, valaki segítsen neki, és ez a fiatalember elindult, és itt a hídnál sajnos nem láthatta az iszap alatt, hogy már nincsen híd. A folyón túl lakott egy fiatal házaspár, ott egy 14 hónapos kislányt az édesanyja karjából ragadott ki a vörösiszapáradat.
Előttem van az a fiatalember, katasztrófa védelemnél dolgozott az a srác, és fél kettőkor jött be, jöttek be ketten, odaállt a pulthoz, és könnyezett. És megkérdeztem, mi a baj. És azt mondja, hogy ő találta meg az angyalkát. Aztán a 8 hónapos kislányt. Az iszapból így emelte két kézzel, hanyat feküdt. És azt mondja, hogy ő sok helyen volt már. Volt már árvíznél, volt minden, ilyet még nem látott. Angyalkámat a bal kezemen, a Dórikát a jobb karomon fogtam. Angyalkámat azt egy az egybe kilökte a kezemből, aztán végülis utána én elcsúsztam, úgy esett ki a Dóri a kezemből. A Dórikát még sikerült, viszont angyalkámat hiába kerestem, őt nem... Őt nem sikerült megtalálnom. És mint később megtudtam, hogy azért nem, mert nem jó helyen kerestem, mert őt besodort a kandalló mögé. És azért. Lehet, ha egy kicsit tovább kerestem volna, akkor őt is megtaláltam volna. Vagy ha egy kicsit jobban, jobb helyen keresem, nem tudom. És lehet, hogy csúnyán hangzik, amit mondok, de valóban el kellett dönteni azt, hogy hát megmenekül a másik is, vagy pedig egyikünk sem. A Juhász család számára valóságos sorscsapás volt a vörösiszap áradat. Egy éves gyermeküket az édesanyja karjából ragadta el a sárfolyam. Másik kislányuk Dóri sok iszapot nyelt. A lúgos folyadék megmarta a nyelőcsövét, gyomrát. Hosszú ideig gyomorszondával kellett etetni, és majdnem megvakult. Dórika, ma már jól van. Az jutott mindjárt eszembe, hogy ott most mi meghalunk. Szóval én ezt mondtam is a páromnak, mikor már jött nekem mindjárt az, hogy itt a vége. Itt a vége. Az embernek az élete lepörgött pár pillanat alatt. Ezek a fényképek Erzsébet házáról készültek az iszapáradat után. Jól látszik, hogy a marósár majdnem a plafonig ért. Minimális esélyük volt a túlélésre. Olyan nap nincs, hogy az ember ne beszélne róla, vagy ne hoznánk fel azt a napot. Erzsébet férje is otthon volt, amikor betört a házukba a sárfolyam. Másodpercek alatt mindent elborított az iszap. A bútorok, a ruhák, tányérok, az összes élelem, mindenük elúszott. Semmi sem menekült. Még az utcán parkoló autókat is magával sodorta a hömpölygő maró áradat. Azt hittem, hogy a párom is meghalt. A szobába sodorta be, mert ugye ami a folyosóról nyílott ajtó, azt betörte az iszap, holott kulcsra volt zárva. Akkor ott elesett, és utána nem láttam sehol. Őt a szobánkba sodorta be, ott ugye a redőny is le volt húzva, szóval ott le kellett neki tépni a redőnyt, ki kellett verni az ablakot ahhoz, hogy ő megmeneküljön. Ő kint az ereszen lógott 2,5 órát, mire leapadt annyira az iszap, hogy vissza tudott jönni értünk. A fiam itt az annyi volt, hogy ő otthon volt, és készült ő is le ide jönni dolgozni. 12:00 lent húzta a cipőjét a nappaliba, és hallotta a nagy murajlást. Kinézett az udvar felé, és ő is ugyanúgy látta, hogy ömlik valami piros. Ő akkor még nem tudta, hogy mi az, mi lehet az. És az első reakció, hogy egy ilyen gyapjú takarót a bejárati ajtóhoz oda tömködött, hogy nehogy bemenjen. Bemenjen a lakásba, vissza. És nem is ott, hanem a másik ajtón, hátsó ajtón, az egy ilyen örvényszerűen becsapott, és ott ment be a lakásba. Az egymázás kandalló elindult feléje. Ha nem néz hátra, oda csapja az ajtóhoz, lejárati ajtóhoz. Te, hála Isten, fel tudott futni az emeletre.
Baranyai Tímea és Harasztos Gábor is a vasúti töltés mellett laktak. Azon a részen, ahol autókat és házfalakat sodort el az áradat, a közel 1,5 millió köbméternyi iszap. A házukat a katasztrófa után le kellett bontani. Valahol itt állt az otthonuk. Itt mentünk be a kapun, körülbelül. Itt bementünk a kapun, igaz? Akkor így, itt volt a kút, ezen a felén. Akkor szerintem körülbelül itt mentünk a teraszra, nem? Itt mentünk föl a teraszra, és akkor így beértünk az előszobába. Igaz? Igazából azért ezt soha nem lehet elfelejteni, mi hogyan volt. Tehát azért Héra ide született, ő itt nőtt föl, és ő 3 éves volt, mikor ez történt, és neki is vannak emlékei. Tehát ő is totálisan tisztában van azzal, hogy itt mi volt. Tehát most, mikor jöttünk ide autóval, kérdeztem tőle, hogy hova jövünk, hogy tudja, és azt mondta, hogy igen, ahol állt a házunk, ahol a régi házunk volt. Tehát tudja. Tudja, hogy mi, és ő is tisztában van vele, amikor az 1 éves fáklyás felvonulás volt, végül is a fáklyás menet, letette a mécsest ide a ház elé, ahol állt a ház, és azt mondta, itt motoroztam, emlékszel, anya? És ez az, amikor az embernek a szíve összeszorul, mert nem is miattam, hanem ő miatta. Nagyfiúnak is, ami maradt neki, tehát ő neki az volt a legfontosabb, ő 7 éves kora óta focizik. Tehát az volt a legfontosabb, amikor ugye felhívott, hogy üljünk az autóba, és azonnal meneküljünk. Mondta neki, hogy szívem, nincsen autó, nem tudunk menekülni. Anya, mondd azt, hogy az érmeim és a foci díjaim megvannak. És persze, természetesen mondom, azok megvannak, megmaradt. És akkor már teljesen nyugodt volt. Az érmek szerencsésen megmaradtak. Ma is nagy becsben tartja a relikviáit a közeli Veszprémben futballozó fiú. Szörnyű volt látni, hogy egyik pillanatra a másikra nem maradt semmi. Tehát az, hogy az autónk fölemelkedett, kiúszott, a szomszédnak az autója ott úszott a mi házunk előtt, vagy a mi udvarunkba. Tehát iszonyatos volt látni azt, hogy egyik pillanatos semmi, tehát semmi. Tímeáik nem csak a házukat és az autójukat, de az évek alatt összegyűjtött ingóságaikat is elvesztették. 2010. szeptemberében alig 2 héttel a katasztrófa előtt fejezték be az otthonuk felújítását. Csak pár hétig örülhettek a megszépült háznak és az új bútoroknak. Nem volt minden fenékig tejföl, mint ahogyan a sokan hiszik és gondolják, mert ugye nekünk egy svájci frank alapú jelzálog hitel volt a házon, ugye, amit elvesztettünk. És ugye mivel a bank azt mondta, hogy ő nekik ezt nem áll módjukban elengedni, akkor erre az új házra át kellett jegyeztetni. Tehát nekünk is ugye ketyeg a jelzálog hitelünk. Ugye azt is tudni kell, hogy volt egy autónk, amin szintén hitel volt, amit ugye természetesen el kellett szállítatni, veszélyes hulladék, forgalomból kivonni, szétbontották egyebek, fogalmunk nincs, hogy utána ugye mikor elvitték már az autóval, hogy mi történt. Természetesen azután is fizetünk havonta. De nem csak Kolontáron tette tönkre az iszap sok család életét. A közeli Devecseren is hatalmas pusztítást végzett. Csak nem 100 családi ház vált teljesen lakhatatlanná. Valóságos utcasorokat kellett ledózerolni a katasztrófa után. Szerettünk itt lakni, tehát ezt szoktam, meg itt éltünk 18 évig igazából, tehát itt nőttem fel. Meg ugye mögöttünk volt a papának a műhelye, tehát azt sajnos elvitte az iszap, és ő is meghalt igazából, tehát elég mélyen érintett az egész családot. A katasztrófát követő napokban az értetlenség és a fájdalom jellemezte a településeket. Aki csak tudott, takarítani kezdett. Az ország minden tájáról érkeztek segítők. Megfogtunk egy söprűt, és elkezdtünk söpörni benn a házban. De ugye söpörtük kifelé, és akkor mondjuk, mit söprünk, hova söprünk, tehát miért? Tehát egyszerűen értelme nem volt annak, persze természetesen még próbálta az ember ugye menteni, amit ugye lehet, de persze, hogy nagyon ugye semmit nem tudtunk. Hát igen, ahogyan körülnéztem, a legfájdalmasabb nem az én dolgaim voltak, meg nem a mi dolgaink voltak, személyes tárgyaink, ami elveszett, hanem a gyerekeké. Tehát az, amikor bementem a szobába, és láttam, hogy a Hérának előtte, ugye szeptember 29-én volt 3 éves. Tehát a születésnapi ajándékai, ő neki még a születésnapi, boldog születésnapos szalag fönn volt a falon.
Tehát az ő dolgai az, amikhez ragaszkodott, amivel aludt, amit ajándékba kapott tárgyakat, amiket szeretett, azok ugye semmi nem maradt meg. Az átszakadt tározó egyik fala közös volt a mellette lévő tározó falával. A bennük lévő iszap nyomása tartotta össze. Félő volt, hogy a támasztékát vesztett közös gátfal is összeomlik, és egymás után a többi tározóból is a falvakra ömlik a maró iszap tömeg. A települések egy részét azonnal lezárták, a katasztrófavédelem és a honvédség pedig átmeneti gát építésébe kezdett, hogy megóvják a falvakat egy újabb lehetséges katasztrófától. A helyieknek alapvető dolgokban kellett dönteniük. Ott hagynak mindent, egy egész élet munkáját és elköltöznek, vagy megpróbálnak együtt élni a veszéllyel és újjáépítik az otthonaikat. A településről 11 család, aki elköltözött a katasztrófa után, zömmel fiatalok, akik azt mondták, hogy ők nem tudnának nyugodtan élni, ezzel a tudattal, hogy itt egy ilyen tragédia történt velük. Holzer Balázzsal 2010-ben közvetlenül a katasztrófa után találkoztunk. Palacsintásított, kinézett semmi, megfordította már az ablakig át a sár. Feleségem hívott fel, hogy elbúcsúzzon tőlem, hogy ők most több mint valószínű, hogy meg fognak halni. Aztán elindultam haza. Csak sajnos Ausztriában dolgozok, aztán nem olyan könnyen értem haza. Az életem. Ezt nem is tudom máshogyan mondani. Én ide vissza nem költözök, se a feleségem, se ez az egész utca. Senki ide nem fogunk visszaköltözni, ez egy Csernobil. Ez itt rendem lesz 10-15-20 éven belül. Meg visszaköltözünk, ugyanígy megvárni a következő katasztrófát. Meg egyáltalán lakhatatlanok a házak, beitták ezt a nehéz fémmel szennyezett iszapot, itt felszívták a falak magukba, hát ez párolog, ez por alakja lesz, ez beszívják, hát én nem szeretnék rákot kapni se a gyerekeinek, meg legfőképpen nem kívánom. A Holzer család valóban el is költözött. Arra kértek minket, ne is keressük őket az új otthonukban, mert szeretnének mindent elfelejteni. A német család is gondolkodott a költözésen, de a gyökereik ide kötötték őket, és maradtak. Tőlünk már akkor este megkérdezték, hogy minden elmegyünk? Nem. Nem megyünk minden. Nekünk itt van ez a létesítmény, itt lakunk, itt élünk, itt dolgozunk. Itt egyszer rend lesz. És itt van, két év után rend van. Szép. Rendbe rakják ezt a falut. Most építik a kultúrházat, a szép tanüstvény, emlékmű ott van. Ezt nem lehet eltörölni, elfelejteni. Ez megtörtént eset. Még nem is akarjuk, erre emlékezni kell minden évben. Juhászék sem akartak elmenni, hiszen itt vesztették el kislányukat, Angyalkát. Tímeáék gondolkodtak, hogy menjenek-e, végül a maradás mellett döntöttek. De közben sajnos kiderült, hogy a kislányuk egyik pillanatról a másikra asztmás lett. Neki nagyfokú asztmája van, most már két készülékünk van, állandó gyógyszereket szedünk, állandó orvosi kezelés alatt járunk, három havonta járunk a pulmonológiára. Itt most már az a gond, hogy itt nem a vörösi szapnak vannak egészségügyi következményei, hanem itt a szürkei szapnak, amit úgy kezdtünk utólag szellőztetni, hogy amiből a gátfala épült, az erőművi salak, amiről viszont kiderült, hogy van neki valami kis sugárzása is, de radioaktív sugárzása is, de nem az a lényeg, mert az a határ, úgymond a nálunk megalapított határérték alatt van, úgyhogy mérik, de nem foglalkoznak vele, természetesen megértjük, hanem az ebből kifolyólag ennek az anyagnak a nehézfém tartalma mi egymás, ami viszont határozottan a porzás porból kifolyólag rákkeltő. A katasztrófa túlélői nyugtalanok. Egészségkárosító utóhatásokról, rákkeltő anyagokról beszélnek. Az Ozone Network együttműködő partnere a Bálint Analytica Kft. Kutatóival mintát vettünk a kolontár környéki földekből, vizekből és a levegőből. Egészségre káros nehézfémeket kerestünk.
Az akkreditált vizsgáló laboratórium által mért eredményeket hamarosan megmutatjuk, de előtte nézzük meg, hogy a Magyar Tudományos Akadémia tagjaiból álló bizottság mi mindent tett a környék kármentesítése érdekében. A szennyezett területekről több százezer tonna, nevezzük így, hogy szennyezett talaj került el távolításra. Ugye ez jelenti a vörösiszapot és a vörösiszappal kisebb, nagyobb mértékben keveredett felszíni talajréteget, és ez a MAL ZRT tározóin a katasztrófavédelem és az akkor állami vezetés alatt álló MAL ZRT vezetői által kijelölt ideglenes tározónak nevezett területeken került elhelyezésre. A magas pH értékű, erősen lúgos vörös iszap minden életet, mikroorganizmust, növényt és vízi élőlényt elpusztított. Az iszapömlés után leülepedett szennyeződés miatt egyes területeken 15 cm-es mélységig kellett földet cserélni. Máshol elegendőnek bizonyult pár centiméternyi felső réteget eltávolítani, azonban az 1400 futballpálya nagyságú szennyezett területen lehetetlen lett volna az egész talajt kicserélni. Nem csak azért, mert óriási területről van szó, hanem mert újabb tározókat kellett volna építeni a szennyezett talajnak. A tudósok egy ötlettel álltak elő. Alapvetően két részre osztottuk a területeket, a súlyosabb károkat szenvedettek esetében területtisztítást javasoltunk. Ez azt jelentette, hogy a felszínen kiülepedett vörös iszap és az alatta lévő érintett körülbelül 10-15 centis talajréteg eltávolítását javasoltuk. Más esetekben, ahol csekély, minimális volt a vörös iszap kiülepedés, ott az úgynevezett agrotechnikai javítást javasoltuk, mint elegendő és szükséges intézkedést, ami azt jelenti, hogy a talajnak a megforgatása, szántása, tárcsázása, talajjavító adalékok bekeverésével természetesen, de a lúgosság közömbösítésére gipsz került kihelyezésre a kiskertek felszínére is, körülbelül 10 cm vastagságban, majd egy második lépésben a gipsz is eltávolításra került. Mind a két esetben a vörös iszappal és a gipszel is együtt természetesen szennyezett talajréteg is jött el. Egy évvel a katasztrófa után az 1000 hektárnyi vörös iszappal szennyezett mezőgazdasági területet gépekkel átforgatták, tápanyagot szórtak rá és a természetre bízták. Kíváncsiak voltunk, vajon két évvel a vörös iszap áradat után mennyi egészségkárosító anyagot tartalmaz a föld, ezért mintát vettünk. Itt kezdjük el fúrni. Igen. A mintavételünk helyén két éve még szennyezett házak és udvarok voltak. Ugye emlékeznek még a képsorokra. Csak nem két méter mély vörös iszap áradat zúdult itt végig. Többek között Tímeáék és a Juhász család otthona is itt volt. Ezek a házak voltak a legközelebb az átszakadt tározóhoz. A legtöbb szennyezőanyag itt rakódhatott le. Az egykori falurész helyén a szántokról és a patakból vett mintát a Bálint Analitika budapesti laboratóriumában értékelték ki a kutatók. A vizsgálati eredmények szintén toxikus fémek tekintetében egy termőföld minőségű földé alakultak. Egy virágos mezőn vettünk mintát, ott voltak a pillangók, teljesen megfelel a határértékeknek. A másik pedig az energiafüves nyárfás részen vettünk. Ez körülbelül délre van a lerakótól, ott is határérték alatti értékek vannak. Természetesen lehetnek olyan területek, amelyek még tartalmaznak nagyobb értékeket. Szakmailag egyértelműen sikertörténetnek tartom a 2010-2011-ben lezajlott kárenyhítés. A közvetlen vizsgálataink és az arra alapozott kockázatelemzések egyértelműen bizonyították, hogy a területeknek 80%-án a mezőgazdasági termelés már tavaly ősztől közvetlenül lehetségessé vált, és a maradék kisebb hányadon kellett csak elrendelni ugye a mezőgazdasági termelés szüneteltetését és korlátozását, de itt is várhatóan néhány éven belül megoldódik a probléma. Sikertörténet volt, de azért aláhúznám azt, hogy szerencsénk is volt, hogy így alakult a dolog. Rajtunk kívülálló tényezők, időjárási és egyéb tényezők is segítették, hogy csak ennyi és nem több problémát okozott ez a katasztrófa. A
Az időjárás annyiban segítette a kárenyhítést, hogy a gátszakadás előtti napokban folyamatosan esett az eső. A talaj megtelt vízzel, ezért a vörös iszap szerencsére nem tudott beszivárogni a föld mélyebb rétegeibe. Vizsgálatok szerint Kolontál környékén már most is lehet termelni sokfajta növényt. Hát én azért egyelőre inkább óvatos lennék és vizsgáltatnék minél több terményt, de egyébként folyik monitoring a területen. Egyedül, ami mostanában környezeti problémát jelent, az a kiporzás. Ezt minél hamarabb hathatósan orvosolni kell. A megszáradt vörös iszapot por formájában messzire elfújja a szél. Ez már a katasztrófa előtt is problémát okozott az itt élőknek. A levegő vörös iszappor tartalmára is kíváncsiak voltunk, ezért mintát vettünk a kerti és mezei virágokból. A finom szemcséjű por ugyanis sokszor láthatatlan, mikron vastagságban rakódik rá a levelekre és a szirmokra. Ha a növényeken port találunk, akkor az ott élők tüdejébe is bekerül a szennyező anyag. Ezeken a pontokon, közel a lerakóhoz, keleti irányban, illetve déli irányban vettünk növényeket is, és lemostuk róla a por szemcséket, és ezeknek is megnéztük a toxikus fémtartalmát is. Bizony van toxikus fémtartalma, de nem a lerakó, nem a vörös iszapra jellemző fémeket találtuk. A vörös iszapra nem jellemző ilyen mértékű nikkel, vagy cink, arzén. Ez jön valahonnan. Nem tudjuk, hogy honnan jöhet. Nem tudjuk, hogy pontosan mi is ez, de az biztos, hogy minél gyorsabban meg kell keresni a forrást, és megszüntetni a kiporzást. Azt lehet mondani, hogy akartak rendben helyreállították a környezetet, ami folyamatos problémát jelent még mindig az a tározó kiporzása, hiszen miután ugye nincsen víz a vörös iszapon, az kiszáradt és porzik, ezáltal szennyezi a területet. Ugye voltak olyan időszakok, amikor a levegőszennyezettségi határértéknek a több százszorosát is elérte egy-egy jó pár órára a porkoncentráció. A levegő por koncentrációja és a föld káros anyagtartalmának vizsgálata után mintát vettünk a Tornapatakból is. Két éve így hömpölygött itt a vörös iszap. A haváriát követően szinte nulla perc múlva a teljes folyó élővilága kipusztult. Halottá vált a folyó. A katasztrófában minden vízi élőlény elpusztult. A szennyeződés a Dunába is bekerült. Annak érdekében, hogy megelőzzék a szennyező anyag terjedését, azonnali beavatkozásra volt szükség. A probléma a magas lugtartalom volt, ami nagyon maró hatású, hiszen láttuk az akkori embereknek a bőrfelületeit. A lugot természetbarát ecetsavval közömbösítették. A másik probléma volt ez a toxikus fém és apró szemcsék, erre pedig a gipsz. A gipsz adszorptív felülete biztosította a lebegő állapotban, megkötötte ezeket, tehát rátapadt a gipsz szemcsékre ez a vörös iszap szemcsicske. És a gipsznek egy nagyon-nagyon áldott jó tevékenysége, a vízhez való viszonya pedig az, hogy összetapad, kivitte magával ezeket a szemcséket, kiülepedett, és mondhatom azt, hogy kicsi lekváros formában ülepedett ki, ami azt jelentette, hogy későbbiekben ez el is távolítható volt. A mindent elpusztító iszap folyam után két évvel meglepetés éri a kutatókat itt a patakparton. 8-as pH-t mérünk. Ez a 8-as pH megfelel egy általános felszíni víz pH értékének. A vezetőképességet látjuk, az oldott sótartalomra jellemző ez az érték. Mi úgy gondoltuk, hogy ezer alatt kell lennie, ideális esetben, és ez így is van. 860-at mérünk, 860 egy általános felszíni víz értéke. A laboratóriumban a patakvíz nehéz fémtartalmát vizsgálják. Itt is nem várt eredmények születnek. A további vizsgálatok, ugye elsősorban fémanalitikai vizsgálatokra terjedt ki, és arra is kíváncsiak voltunk, hogy vajon ez a víz egy ivóvíz határértékekhez viszonyítva milyen. Érdekes eredményeket kaptunk, mert ott is kacérkodtunk már, hogy ígyunk ebből a vízből, de én azt gondolom megtehettük volna. Kár volt visszatartani magunkat. A víz tulajdonképpen ivóvíz minőségű. Úgy tűnik, az azonnali kárenyhítésnek köszönhetően a természet már regenerálódott.
csodát tett mindenki, csodát tettek a vállalkozók, csodát tettek a tudósok, akik a technológiával foglalkoztak, csodát tett maga a természetgyógyító ereje is, és hát azok a kétkezű munkások is, akik ezt az iszapot a patakból kiemelték, a környéket megtisztították. Ez egy együttes szenzációs eredmény. A föld és a víz tehát már egészségesnek tűnik. A levegő por koncentrációját azonban még csökkenteni kell. A tüdő légutaival érintkezve ez a maróanyag ismételten ott ingerkőgést, könnyezést, nyáladzást okozhat. Ez talán még egy kisebb probléma, mint az ilyenkor bekerülő fémionok, amelyek ugye egy szervetlen fémvegyületekről van szó, akár a szervezetben kumulálódhatnak, elraktározódhatnak, ami akár veseműködési zavart, a belső elválasztású mirigyeknek, a szaporító szerveknek, a májműködésnek, a vérképző szerveknek a krónikus ártalmát okozhatja, sőt, még esetenként a rossz indulatú daganatos betegség is itt a légutakra vonatkozik, ennek is kiváltója lehet. Kevesen beszéltek eddig arról, hogy az emberi tragédiákon és a környezeti katasztrófán túl rengeteg mezei, vad és haszonállat is odaveszett a maró iszapáradatban. Több száz, szerintem 1000 nagyságrendileg az állatok száma, akik ott bajba kerültek. Csak a Nói állat otthonhoz több mint 200 állat került. Ezek közül kutyák, macskák, nagyon sok szárnyas, de még volt teknős béka is köztük. Elsősorban égési sérülések voltak, ez volt a jellemző, mind külső, mind belső égési sérülések. A lugos iszap lebarta a szőrüket, a bőrüket, amelyik szerencsétlen volt és ivott belőle, azoknak megmarta a száját, a torkát, a nyelvét, és az általános sérülés volt, hogy szinte mindegyiknek a szeme sérült. Amikor megtörtént a katasztrófa, akkor a macskáknak volt több esélyük, hiszen ők ügyesebbek, talpra esettebbek, jobban el tudtak menekülni, magasabbra föl tudtak mászni. A kutyák azért jobban várják az emberi segítséget. De aztán, ahogy telt múlt az idő és gyógyítottuk őket, sajnos mégis a macskák voltak ennek a dolognak az igazi vesztesei, hiszen hiába fürdettük őket folyamatosan, nyalják magukat, és a maró, lugos iszap bejutott a szervezetükbe, úgyhogy az általunk elhozott macskáknak mondhatom, hogy körülbelül 70%-a sajnos elhullott. Rengeteg kutató a mai napig keresi a választ a legfontosabb kérdésre. Miért szakadt át a 10-es tározó 10 emelet magas és csaknem 5 emelet széles gátfala? Az eddigi vizsgálatok szerint 5 alapvető oka lehetett a katasztrófának. Lássuk ezeket sorban. A tározót a Tornapatak árterén, a patakot elterelve alakították ki. Az ártéri rétegsor rendkívül változatos. Nagy szerves anyagtartalmú, minimális teherbírású üledékréteget is tartalmaz. A stabilnak látszó óriás gát tehát gyenge alapokra épülhetett. A Budapesti Műszaki Egyetem kutatói kimutatták, hogy a gát alatt átszivárgó nátrollúg elbontotta a felső talajrétegek ásványi anyagait, illetve kálium tartalmukat nátriumra cserélte. A nátriumos agyagásványok pedig kevésbé duzzadékonyak, vagyis nem tapasztják egymáshoz a talaj szemcséit. Az így meggyengült talaj nem bírta tovább a gát súlyát, és megcsúszhatott. A csúszás teóriát erősíti egy másik kutatócsoport műholdradaros mérése is. Eszerint évente 1 cm-t mozdult el a tározó gátrendszere. Egyes állítások szerint megfigyelhető volt, hogy a gát lábánál kis mennyiségben folyamatosan szivárgott a vörös iszap. A kifolyt anyagot a tározó üzemeltetője mindig visszaszivattyúzta a tározóba. A szivattyúzás olyan cirkulációt okozhatott, amely szép lassan alámoshatta, meggyengíthette a gát alsó rétegét. A gát falait jó részt a hőerőmű melléktermékéből, szürkepernyéből és salakanyagból építették. Ennek az anyagnak a megkötése betonszerűvé válása hosszú idő. Ez a mai napig nem történt meg teljesen, vagyis elképzelhető, hogy a leggyengébb részen homokvárként omlott össze a tározóban felgyűlt vörös iszap nyomásától. A Magyar Állami Földtani Intézet tanulmánya szerint a 10-es kazettánál a fölösleges víz visszaszivattyúzására szolgáló rendszer meghibásodott. Emiatt a vörös iszap tetején 1,5-4,5 méter mély vízréteg gyűlt össze. A vízréteg az északnyugati sarokban volt a legvastagabb. Pont ott fejtette ki a legnagyobb nyomást, ahol végül átszakadt a gát.
Egy másik felvetés szerint az ajkai tározókat elválasztó gátakat úgy tervezték, hogy azokat majd az iszap tömege fogja stabilizálni. Egyes feltevések szerint a 10-es kazetta elé is szerettek volna építeni egy újabb tározót, ezért csak olyan erősre tervezték a gátat, amely két kazetta elválasztására alkalmas lett volna, de önmagában nem volt elég erős a benne felgyűlt iszap megtartásához. Hogy a katasztrófát előidéző lehetséges okok közül melyik volt a valódi, esetleg mind együttesen, talán egyszer kiderül. Egy biztos. Két évvel a tragédiát követően még mindig nincs egységes álláspont arról, hogy miért is szakadt át a 10-es tározó fala. Nem tisztázódott, miért ömlött ki több mint 1 millió köbméter maróan lúgos vörös iszap. Nem tudjuk, miért kellett meghalni a 10 embernek, súlyos sérüléseket szenvedni több száznak, és miért kellett elbontani teljes település részeket. Kolontáron 32 házat kellett lerombolni. Devecserben csak nem 100-at. Alig 8 hónappal a tragédiát követően 2011. június 6-án adták át az első vadonatúj és berendezett otthonokat a települések másik részén. Ide azok költözhettek, akiknek el kellett bontani a házát. A meglévő károsodott ingatlanát felértékelt igazságügyi szakértők az embernek. Most egy gyors számítását, hogyha mondjuk 10 millió forintot ért egy ingatlan, akkor úgy döntöttek, hogy 100 000 forint értékben számolják négyzetméterét, tehát magyarul egy 10 millió forintos ingatlan helyett egy 100 négyzetméteres újépítésű ingatlant kapott valaki itt az új lakóparkban. Az élet lassan, de biztosan kezd visszatérni így 2 év után a rendes, megszokott kerékvágásba. Az ember próbál élni a mindennapjait úgy, ahogy régen, de az igazság, hogy hát olyan már semmi nem lesz, mint ott lent. Semmi. Jó, meg szép, meg tényleg újat kaptunk mindenből, de ha lehetne választani a két hely közül, én nagyon szívesen visszamennék oda. Bármit megadnék, ha a régi életem valaki visszaadna. Bármit. Visszagondolva, ez egy nagyon rossz álom volt. Sajnos megtörtént álom volt, de elmúlt. Most már csináljuk a dolgunkat, előre nézünk. A Héra ott abban a házban, ahol mi laktunk, ő pici kora óta angyalkákat látott. És nem akartuk neki elhinni, hogy ilyen létezik. És elmondta, leírta, hogy néznek ki az angyalkái. És mikor mi beköltöztünk Ajkára, a katasztrófa után sírva fakadt másnap az ágyon, ott Ajkán, kétségbe esett a nézet körül, és csak azt mondta, anyu, nem látom, nem látom. Mondom, mit szívem? Szóval nincsenek meg az angyalkáim, itt hagytam ki engem, nincsenek itt, és akkor döbbentem rá arra, hogy lehet, hogy ez. Tehát jó valamiben hinni, jó elhinni azt, igen, hogy a Hérának az angyalkái vigyáztak ránk, és azóta mi nagyon elhisszük neki, és ő nem látta Ajkán, visszaköltöztünk ide Kolontára ebbe az új házba, és nagyon sokáig ezt nem látta. És egyszer csak azt mondta reggel, képzeld anya, itt volt az angyalkám, és megsimogatta a talpikámat éjjel. A túlélők sebei kezdenek begyógyulni. A települések újjáélettek, a természet úgy tűnik regenerálódott. A kolontáriak és a devecseriek számára legfontosabb, hogy élnek és együtt lehetnek. Örültünk neki, hogy együtt vagyunk, és nem hiányzik senki se közülünk. Tehát ez volt a legnagyobb kincs, hogy mi megmaradtunk egymást, hogy a többi nem is érdekelt. Életek mentek tönkre. Az egész környék sterilizálódott. Mégis újra halak úszkálnak a tornapatakban, és virágok nyílnak a réten. Ez a vörös iszap katasztrófa is egy azon események sorába, ami bizonyítják azt, hogy hihetetlen megújuló ereje van, ami nagy szerencsénkre a természetnek. Tehát amikor mi a környezetünket féltjük, nagyon helyesen, valójában önmagunkat féltjük, mert a legsebezhetőbb organizmus jelenleg a Földön az az ember. 2010. október 4-én ez az Ajka környéki térség beírta magát a történelem könyvekbe. Itt történt minden idők legnagyobb ipari katasztrófája, a vörösiszap katasztrófa.